Na, szövetség minden tagját üdvözlöm, Kedrosz vagyok, és ott hagytuk abba, hogy ugyebár megtörtént a nagy menekülésünk a pulyka elől, viszont vissza akarok menni egy pillanatra, mert visszamentem a játéknak az elejére, nem fel akarunk menni, shit. Bocsánat. Tehát, hogy le akarunk menni. Kettőt. Ugyanis visszamentem a második pályának az elejére. És most már így teljes az a képsorozat is, amit ugyebár a gyerekek rajzoltak. Illetve... Hát... Most már normálisan látjuk a dolgokat. Tehát az első pálya az igazából ezzel kezdődött, hogy ugyebár jóformán a sárga madár meg a rózsaszín az ugyebár a fiú meg a lány, és hogy ugyebár a fogságba ejtették jóformán a nevelő otthon meg a gondozók, gondolom itt a varjak. Itt ugyebár adódott egy lehetőségük, hogy megszökjenek, hát itt a rajz alapján a macska, és ugyebár így együtt megszökte, de viszont újra a nyomukba akadtak a nevelők. És akkor a következő része az ugyebár maga már így a folytatás, aminél ismét valahogy úgy mutatja, hogy elfogták őket, aztán valamit találtak, ami elterelte ugyebár a figyelmüket, úgyhogy megint így el tudtak szökni. Itt már az egyik észrevette, hogy így megszökte, és hiányzik nekünk a következő kép, mert ugyebár elkezdtem a negyedik részt, abban véletlenül beleléptem, és hiányzik kettő titok, úgyhogy ez az éjszakai fürdőzés, tehát ez lesz most ebbe a videóba. Illetve, ha jól haladunk, akkor lehet, hogy az ötödiket is meg tudjuk csinálni. De ez majd kiderül itt, hogy hogy alakulnak a kalandunk. Az éjszakai fürdőzés. Hát valószínűleg van itt a közelben egy tó, ahová kimentek a gyerekek. És megint gondom szétütik, igen. Na tehát, ezt a kettő ilyen csigaszerűséget kell most használnunk. Pedig úgy, hogy az egyik őjük az most átugorja ezt, másik pedig ezt elhúzza. A lényeg az szerintem, hogy először a tönkre kellene ide ráugrani. És neki persze lejönni. Hogy járni, közben fel tudjon menni a fánál lévő ponthoz. És akkor tud megint egyesülni a kettő fénypont. És elzavarjuk innen a részeg emberket. Tűnés. És kalandozhatunk tovább. Így. Járni is le. És az akadályt is eltüntettük. Yes. Igen. Au. Au, ez fájhatott, de nem baj. Szóval szerintem kell nekünk ez a tégla. Úgyhogy
Így. És... hát vigyük tovább. Jürgen a keményebb, úgyhogy... de tök jól néz ki, ahogy így visszamegy rá a fonal a testére. Kösd ki. Vissza. És itt is széttörünk. Mindent. Igen. Aha. De is kell nekünk a tégla. Szerintem. Vagy nem. Csak az egyik őjüknek. Ott kell maradni. Na várja. Legszélre. Felugrunk. Nem így. Közben lehet látni, hogy amikor elkezdtem a pályát, hogy mennyi ilyen titkos rész van már meg. Úgyhogy jól haladunk. Azt hiszem, itt már csak kettő hiányzott egyébként. Bírom, amikor így áttekeredik. Na szóval, fel tudunk mászni. De kíváncsi leszek, hogy hová akar kiukadni ez a történet a vége felé azért. Mert most nagyon úgy tűnik, hogy így ugyebár ők kettejükre fókuszál. Az a farész. Mert szerintem itt lesz egy titkos cucc. Há! Há-há! Engem nem versz át. Hú, jó, ez megvan. Akkor mehetünk tovább erre. Ja, de mondjuk így le is tudtunk volna hozzáugrani. Igen. Fel. Átfordulunk. Yes. Hogy igazából kettőjükről szól ez a történet. De... vajon azon kívül, hogy itt felnőnek, még milyen dolgok fognak velük vajon történni. Ó, ott egy tégla. Oké, oké, látom. Tehát kell megint ez a tégla. És már csak egy ilyen titkos dolog kell. Jó. Jönne, ha nem fordulnál rá a fejünkre. Ezt át kell billenteni szerintem. Yes! És akkor így. Yeah! Na. Jó, haladunk. Igen. Nem kellett volna leesnem. Így. Oh. Nem probléma. Gyere, megoldjuk. Jaj! Mindig előbb ugrok, mint kellene. Tehát az a lényeg, hogy ez a faltól falig dolog kell. Életemben nem használtam ezt a lassítást, most ebbe a játékba először fordult elő. De hát most kellett is.
Igen. Itt bujkálnak. Nem tudom. Nagyon furcsák ők ketten egyébként. Na, ezt utána kell, mert gondolom ezzel lehet majd át billenteni. Nem lesz elég fonalunk, úgyhogy így jövök. Mert ezt az ágat átfordítjuk, így. Így. Járni fel. Átugrik. És jöhet jövő is. Yes. Nem volt jó. Még mindig nem jó. Szóval. Miért csinálom ezt? Jó. Most. Yes. Yeah. De hogy örülnek egymásnak? Oh. Yeah. Na, eltűnt tovább. Ide be. Miért van az az érzésem, hogy itt is lesz valami? Ez tudja, hogy elindul mi? Oké. Okay. Igen. Láttam ám. Az olyan csapat volt, igen. Yes! Szia, Breki! Mizu! Miért van az az érzésem, hogy megint valami nekünk fog támadni? Yes! Aha, látom. Az a hal nekem nem tetszett. Ne! Ne! Csak nem akartam meghalni. Na szóval. Hopp. Hopp. Igen. Ennek neki. Nem már! Most fel akarunk idegesíteni egy ilyen halat. Mekkora ez a dög? Not cool! Aha, mert meg kellett volna várni, hogy idegenjen. Meghaltunk. Szemét hal. Miért?
ez a hal egy gezi. Aha. Nem szabad egy helyben maradni se, jó? De gezi al! De gezi! Vagy lehet ilyen személy? Yes! Itt is fog minket üldözni. Uá! Azt a titkot már összeszedtük, úgyhogy arra most nincsen szükségünk. Tólálkodik. Nem akarom! Nagyon ütöttük a halat! Menj már! Ne! Hol hosszabbra kell? Ott van a titok. Bocs, srácok, de össze akarom azt szedni. Miért nem lehet a lasszóval elkapni? De most tényleg, az annyira jó lenne. Tudom, az már akkor pókember játék lenne, de na. Mennyire menő lenne. Nem tudjuk visszahúzni. Ez az! Tudom, hogy meg lesz. Yes! Mekkora taslit kapott egyébként? Csuka volt ez egyébként? Ezt majd írjátok meg a kommentben. Azt hiszem, az. Annak van ilyen megnyújtott pofája. Ha lehet ezt így mondani. Yes! Yes. Ó. Ez most ilyen téglákról szól. Téglákról szól a dal. Ó, menő. Várja. Akkor... aha, még jó, hogy megkötöttem. Mert így most rájtjük, és járnit ezt pedig kilőjük. Hogy járni? Te szemét! Bocs, haver! Az volt az, hogy szeretsz! Bejuthattunk. Mindig.
ha itt is kell a tégla megint. Ijjá! Kapta. Járni, bocs. 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 Sorry. Ja. Így. Így. Ne! Vidni. Szíve. Egy. Kettő. Te menjél le. Azért megvannak a korlátjai mégis ennek a dolognak. Így, így, így. És akkor... Kilövés! Yes! Na, de a gyerekek azok fürdőznek a tónál. Jól érzik magukat. És ez a lényeg. Hattyú! De most alszik. És miért bántjuk? Ez vadlód. Gyere! Elindul! Mekkora jó! De miért? Ja, mondjuk lehet, hogy este volt. Attól én már most így nappal láttam ezt. Az éjszakai fürdőzés. Mehetünk át. Yes. Tök jó, mindig. Hát nagyon jó ez a... Mivel megcsináltak? Grafikai motorja ennek a játéknak. Nagyon szép környezet. Még érdekesek a kihívások is. Na nézzük. Igen, az a kettő hiányzott már csak. És lementek a víz alá. Nézzük meg ezt. Igen, olyan, mintha a víz alatt bújtak volna el. Utána pedig tovább szárnyalnak. Yes. Na. És akkor ez... Volt a békás, igen. Akkor most mehetünk feljebb. Nem. Mindig eltéveztem. Miért? Miért csinálom ezt? Így. Így, és akkor a harmadik szint.
Yes. És akkor az ötödik fejezet. És minden itt van. De nézzük milyen. Azt hiszem 6 vagy 7 fejezetes ez a játék. Úgyhogy... Restart. Kezdjük az elejétől a pályát, mert úgy látszik, hogy megjegyzett valami mást a játék. Jó van. Semmi gond. Felettünk már látszanak a kis gömbök. Igazából 3 van meg. Őket így út közben tehetünk meg. És itt van a rajz. Ez mi? Hopp, kutya! Ne, ne, kutya elől nem akarok menekülni. Hát ez olyan hamar utoléri őket, mint a franc. Nem, 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 kutya, nem. Nem, semmi ilyesmi. Igen, nincs bajom a kutyákkal, de játékban veszélyes. Na, egyébként valahol itt a tető alatt lehetett összeszedni, látjátok ott a gerendánál. Targonca felett van egy titok, amit össze lehet szedni. De én most ezt nem fogom újra összeszedni, mert bemegyünk. Hozz egy okat. És most vezessünk Targoncát. Uii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 
Jó. Az egyik kölyüket ezt ide. Fel. Köszön. Járni át, megy. Jürgen pedig utána veszik. És ott van az ellenség. A gonosz megtestesítője. A fekete piros gömbökkel világító valami. Das ist unfair. Lövissza. Yes! Jó, hogy azért így viszonylag könnyen ki lehet őket kerülni. Nem kellett volna ezt mondanom. Mindig az a baj, hogy van, hogy az ember így elkiabálja a dolgokat. És akkor így be a... szár. Szépen meg lehet halni ebbe a játékba is. Igen, de miért jöttek be egyébként a gyár területre? Tehát valószínűleg itt is van egy kutya, ami őrzi a területet, nem? Oh-oh! Melyik őket kaptál? A fiút kaptál. Gyere egy kis gyár látogatással! Hogy milyen gyár lehet az?
arra vagyok kíváncsi. Most viszont tényleg lassítani kell az időt megint. Mintha a lassítás nem is működne. Igen. Be kell kapcsolni, és akkor... Tehát az RB-vel bekapcsolod, és akkor utána... Tudod... Csak... Nem áll, hát... Ezt utána, amikor így... terekkel múlik. De hát már ugrottam. Bazeg. Na. Nehogy már ez a része szivasson meg. Hát ez mi? Azért. Anyád. Kikapcsoljuk. Semmi kezd low mood. Sell low motion. Van ilyen gőzér. Megvan. Nyitunk itt marad. A targoncánál lévő titoknak a megszerzésével elég sokat szívtam. De ezt a pályát is azért megnéztem. De van egy még szivatósabb része. Például ez, az egyik. Igen, itt csak át kéne fordulni. Thank you.
Köszönöm, hogy ott már hol van a futás itt ennél hirtelen. Ja, látom. Ezen a részén egyébként hamar túl lehetne jutni, ha az ember nem bénázzál ilyen dolgokat. Csak a gőz az nagyon zavar. Tehát az így... Igazán értem, hogy miért kell bele még húzva ennél a résznél. Anélkül is elég nehéz. Hát kapd már el! Ezért csak már szeretnék túljutni ezen a részen aztán. Tudunk tovább menni, mert járni például be van oda akarva. Igen, mégis fel kell menni. Yes. És vannak, amik meg olyan simán mennek, hogy el se hiszem. És vannak, amik meg így közös. Itt például fent van megint egy ilyen titok. Az is megvan. Ez akkor azt hiszem már csak egy az, ami talán nyelzik. Egyszerűbb, hogy egyet kell most irányítani. Nem kell mindkettővel szórakozni. Le. Négy van. Na igen. A, majdnem a legvégénél van a pulsz, amit össze lehetne itt szedni.
lábából van. Értem. Mondom azt, most nem szedjük össze, mert nem megy. Lesz egy bónusz, ami miért hozom, muszáj egyszer. Ups! 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 Ezt nem vettem össze, hogy az ilyen. Miért csúszott tovább? Ja, nem jóval megyek el. Igen, járni már látja, amit Jürgennel. Átugrok ennek a másik felére. Szerintem, hogy már össze... Hát össze tudom, hogy ez meleg lesz megint. Ez a hely. Ez a double reaction.
mindegyik megvan. Jaj, tudom, ez nem valami szép, hogy így van, mint te. Gyorsan akartam csinálni. Mikor tanulom már végbe, hogy ezen évben. Tetszik soha. Ezért lenne jó, hogyha... nem egyedül kellene. Annyira nem jött be az első rész, úgyhogy így felvetettem nekik, hogy hát, de jöttök. Nem kevesztünk erre. Viszont ez a baj. Részben is nem bírtad. Kell egy nézeket a dolgokat. Tehát betegesen vonzódsz ehhez a dolgokat, vagy jó? 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 Nyugatjuk veszélyeseket. Csöveket vágnak, az első részben is így ilyen legyen belemmel mászkál csöveket a részembe. Ő a hónap dolgozik.
kiújra! Yes! Érzem az erőt! Yeah! Nem tudom, hogy mit kellene elkapnom. De yes! Wow.
addigra már kés. De így mondom, hogy nem. Még azt hittem, hogy ez segít. De kiderült, hogy nem. Ez már a vége lesz szerintem a pályának. Közelebb mutat minket. Ah, itt az irodába. És bezárták a srácot. De miért zárta be? Miért nem mondta azt, hogy ez nem való hely egy gyereknek ez a gyárterület, és vezeti ki? Istenem. Ezt utálom, amikor egy pillanaton múlik, hogy majdnem felérsz, és akkor esel le. Jó, most nem értem fel teljesen, de na. És miért löki hátra, amikor nyomom előre, mint az állat? Ugolj már, te kis kacs. Nem járni tehet róla, hogy béna vagyok, de na. Ne! Aj, ne már! Itt vagyok. Slow motion az búz is, de most kénytelen vagyok használni. Esélyem. Legalább lenne valami pont, amire mondjuk fel tudnak kapaszkodni, értitek? De még az se, hogy akkor lasszó, és akkor úgy nyomni tovább a dolgokat. De nem. És túl magasan vannak ezek a cuccok. És sérül, hogyha erre a pörgő vacakra ráesik. Pedig most hozzá se értem. Nem, best. Best, aki ezt a szintet kitalálta. Kösz szépen. Tehát így miért kell ilyeneket is még belepakolni? Amúgy is elég nehéz ez a játék. Anélkül is, hogy random összeesne járni meg Jürgen. De még tegyünk bele olyat, ami még jobban megakassza ezt a haladást. Ilyen dupla ugrás, valamit. Tudom, én vagyok a béna, sorry. Amikor már
tényleg így élvezni akarjátok a történetet, akkor így miért kell ilyen nehezítésbe rakni? Úgy kellene ezeket megkötözni, hogy szétszedjük ezt. Közelebb. És közelebb. Ezt is. Járni így fel. Kötözzük. Tehát akkor először ezt, aztán ezt, és végül pedig ezt. Lövi a rossz irányba. Ugyanaz, hogy csak. Lövi.
Lehúztuk. Ajjaj. Jó. Képek, de mégis olyan, mint ha mit csinálunk, az akkor valami kivált. Úristen, üldözzek minket! Mi az Isten? Ne! És ezt hogy kerüljem el? Itt vagyok. Be kell beleugrani? Most kicsit hosszabb lesz ez a videó, de... Azt gondoltam, hogy ha már két fejezetet csinálok, akkor Tolt! Yes! Nem tudom, hová érkeztünk, de fussunk tovább! Uti! Uti, mert még üldöznek minket! Uti! Érdekel, futi! Aha! Ismét találkoznak. Minden rendben van. Úristen, felrobbant az egész. Az egész, aha. Inkább fussunk. Jönnek. Ott vannak a kölykök. Ó, megint ilyen összekötős dolog lesz. Ott fent. Igen. Most akkor újra meg kell ezt néznünk. Jaj. De így meg lesz minden, és akkor következő videó, az lehet, hogy megint hosszabb lesz, de az már valószínűleg a vége lesz a játéknak, úgyhogy ez így jó. Nem annyira nehezek egyébként a challenge-ek, ahogy én panaszkodok előtt. De... No.
van már. Jó. Vissza kell jönni. Mert ugyanúgy van, mint az előző. Na de ez így ötletes, hogy így van megoldva. Támadás! Nem. De ezt nem vették észre, hát szembeálltak azzal a korláttal, ahol elbújtak. Ki vagyok én, hogy itt elkezdjük? Gyere! Szerben megyünk tovább. Ez menő lett volna. Mennyi targonca van? Közben hallottam a hangot, hogy teljesítményt elértünk. De nézzük meg, milyen rajzok készültek ezzel kapcsolatban. Igen. Itt majd fel kell másznunk, és akkor ott lesz a következő. Mert annál feljebb már nem tudunk menni. Nézzük. Igen, hogy csapdába esett az egyik kölyük fák ágaiba. Aztán persze megint megjelentek, akik szét akarták őket választani. Csatörött fa. Azért ez durva. Tehát feljebb nem tudunk menni. Ez micsoda? Is the challenge area. Hát, kösz. Gondolom ez a... ki nagyon akar challenge-eket, meg speedrun-ba átmenni ezzel a játékkal, annak van kitalálva ez. Na jó van, srácok, viszont most ennyi lett volna két barátunknak a kalandozása. Ha tetszett ez a hosszabb videó, akkor mindenképpen lájkoljátok. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És szerintem a vége fog következni legközelebb. Addig is, sziasztok!